Ivóvízcsapokat szerelnek a tűzcsapokra a Dél-Zalai Víz és Csatornamű ZRT munkatársai a város több pontján. Amennyiben a vízmintavétel eredménye negatív lesz, a lakosok a Vásárcsarnoknál, valamint a Hevesi ABC mellett már péntektől felfrissíthetik magukat. Önkormányzati kezdeményezésként indult, hogy Nagykanizsa több helyszínén a tűzcsapokra szerelt ivóvízcsapokon keresztül vizet vételezhetnek az emberek. Az intézkedés nem csak járvány és egészségügyi, hanem környezetvédelmi szempontból is fontos. Bristolba indult el egy civil kezdeményezés, a refill töltsd újra kezdeményezés, ami gyakorlatilag a palackos ivóvíznek a visszaszorítását célozza meg. Ezért azt szeretnénk, hogyha kerékpárutak, játszóterek mellett forgalmasabb helyeken egész évben rendelkezésre állna a vízvételi lehetőség. Most elsősorban a kánikulára koncentrálunk. Újabb hőségriadót rendelt el péntekig Müller Cecília, az országos tisztifőorvos hazánk egész területére. A Dél-Zalai Víz és Csatornamű ZRT dolgozói ilyenkor tartálykocsiból osztják a vizet a város különböző területein. A vízcsapokkal megoldódik, hogy a vízmű munkatársainak ne kelljen az egész napot az utcán tölteniük, valamint a lakosság is egyszerűbben ivóvízhez juthat. A Vásárcsarnoknál most felszereltünk egy csapot, illetve a Hevesi ABC melletti tűzcsapra is föltettünk egyet, mintáztuk, a vízmintavétel megtörtént a tegnapi nap, és elvileg péntekre, amennyiben negatív a mintavétel eredménye, akkor péntek délutántól ezen a két helyen biztosan lehet majd ivóvizet venni, nagyon egyszerűen megnyomja a csapot a fogyasztónk, és akkor tud ivóvizet vételezni. A héten még mintázni fogjuk a csónakázótónál lévő egyik tűzcsapot is. A nyári időszak végéig biztosan rendelkezésre állnak a csapok a városlakók számára.